A Fetivizik munkatársa mutatta, hogy hogyan nyitják ki a zsilipeket árvíz idején. A gombnyomás után a hatalmas lánckerekek megmozdultak, majd lassan elkezdtek emelkedni a zsilipek. Így tudják az ártérbe engedni a folyóvizét. A gyakorlat ezt a vészhelyzetet szimulálta júniusban a Tisza és a Túr találkozásánál. Nem csak ilyen nagy műtárgyakkal tudnak védekezni a víz ellen, hanem a csatorna hálózatok rekonstrukciójával is, mondta Bodnár Gáspár a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság projektzáró rendezvényén Nyíregyházán. Ez egy Európai Uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés volt, több mint 4,6 milliárd forintról beszélünk. Ilyen volumenű vízrendezési fejlesztés itt a Felső-Tisza vidékén évtizedek óta nem volt, tehát egy bizonyos fajta hiánypótlásról is beszélhetünk. Én úgy gondolom, hogy a kivitelezők kiváló munkát végeztek, többször személyesen is ellenőriztem a munkákat. Én azt hiszem, hogy jól fogja szolgálni a térség érdekeit ez a beruházás. A beruházás eredményeként több mint 200 kilométer csatornának a kotrása vagy rekonstrukciója valósult meg. Emellett 65 műtárgyat felújítottak és 25 újat építettek, tette hozzá a szakember. A klímaváltozás miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye már 10 éves súlyos vízhiánnyal küszködik, és ezen a helyzeten csak a belvízrendszerek fejlesztései könnyíthetnek. A talajvizek mindenütt a terepszinthez mérten más és más szinten vannak, hiszen van, ahol 5 méter mélyen van, ahol 2 méter mélyen. A dolog lényege az, hogy az átlaghoz képest több mint 1 méterrel van mélyebben a talajvízszint a területen összességében. Ennek a pótlása csapadékból történhet meg, illetve a víz visszatartásokból, a csatornákból kiáramló talajvizet tápláló vizek segíthetnek a helyzet javításában. Több mint 100 ilyen vízvisszatartó helyet jelöltünk ki. Minden évben elkészítünk egy vízvisszatartási tervet az utóbbi aszályos időszakokban, hiszen már 10 éve, hogy súlyos vízhiánnyal küzdünk. Tehát egy ilyen terv alapján a csatornákban, a medrekben próbáljuk a vizet visszatartani. Az a tapasztalat, hogy ez sokat segít, de a nyírségben például vízpótlás nélkül a helyzet generálisan nem fog megjavulni. A nyírség nem csak a vármegyében, de országos összehasonlításban is a legszárazabb vidéknek számít, amelynek vízpótlását számos körülmény nehezíti. Adottságait tekintve a nyírség a legveszélyeztetettebb, hiszen ide nem tudunk gravitációsan kivezetni vizet, mint tudunk a Beregbe, Felső-Szabolcsba, Szatmári térségekbe, hiszen a Szamos árvizeiből, a Túr árvizeiből, a Tisza árvizeiből a meglévő zsilipek nyitásával adott vízszint esetén jelentős vizet tudunk pótolni a vízrendszereinkbe. Például tavaly a Szamosból a Szamosúj laki tározót megtöltöttük, onnan a nagyszekeresi penyigei tározó is kapott vizet. Tehát ezek a rendszerek működtethetőek, arra kell figyelnünk, hogy megfelelő előrejelzés birtokában legyünk, és az előkészítő munkálatokat meg tudjuk tenni. De a nyírségben ilyen lehetőség nincs, hogy kinyitunk egy zsilipet és ellátjuk a nyírséget vízzel. Itt szivattyús vízpótlásra van szükség, és arra van szükség, hogy a területre lehulló csapadékot akár eső vagy hó formájában esetleg próbáljuk megtartani és a helyszínen hasznosítani. Bodnár Gáspár hangsúlyozta, a klímaváltozás kihívásaival szemben a jövő megoldása a komplex rendszerfejlesztés, mivel a többletvizek hirtelen jelentkeznek, az aszályos időszakok pedig tartóssá válhatnak.